Nagy az összefogás iskola kezdés előtt Dombováron, a baptista tevékeny szeretett missziónál. Nagyon fontosnak látjuk azt, hogy olyan nehéz helyzetben levő családokat, akik tényleg komoly anyagi problémákkal küzdködnek, hogy legalább ilyen módon tudjuk őket segíteni. Ide hoztunk most 30 csomagot, ami ma szétosztásra fog kerülni, de egyébként már negyedik éve folyik a BTSZ-en belül ez a úgynevezett tanszer adománygyűjtés, aztán szétosztás. Idén 1000 csomagot készítettünk önkénteseinkkel együtt, és idáig kb. 2000 családot tudtunk segíteni az elmúlt években. Ez az alkalom nem csak azoknak csal az arcára mosolyt, akik kapják a segítséget, hanem azoknak is, akik adják. Igazából azért vagyunk itt, meghívott a baptista szeretetszolgálat, hogy jelen legyünk a csomagok átadásánál. Ez egy nagyon-nagyon nagy segítség a szülőknek, hogy iskolakezdésre kapnak a gyerekek támogatást, de én úgy gondolom, hogy ez nem csak a szülőknek, a gyerekeknek is élmény, hogy figyelünk oda rájuk. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a baptista szeretetszolgálat már évek óta fölvállalja a nehéz sorsú embereknek a gondozását, odafigyelését, és ez egy külön kis aranyos kis rendezvény, hogy a gyerekekkel együtt a szülők átvették ezt a csomagot. Pintér Szilárd Dombovárváros polgármestere örül, hogy a gyerekek majd boldogan kezdik meg az idei tanévet. A baptista szeretetmisszió jóvoltából az idejében már harmadszor került sor tanszerosztásra itt az új esély központban Dombováron. Nyilván ez örömteli pillanat a gyerkőcöknek, a szülőknek és a városvezetésnek is, hiszen nem vagyunk magunkra hagyva, nem vagyunk egyed, akik tudnak segíteni a rászorulókon. Remélem, hogy a jó példa ragadós, hiszen évek óta már a Nagycsaládosok Egyesülete, baptista szeretett misszió. Nyilván itt a máltaiak szerepvállalás és nagyon fontos Dombovár életében teremtett egy olyan szociális hálót, amelyel megteremtődik annak a feltétele, hogy mindenkinek tele lesz a táskája, tankönyvet megkapják ingyen, tanszereket nyilván különböző csatornákon keresztül, és remélem, hogy hétfőn mosolygós gyerekek indulnak majd az iskolába Dombováron. A kicsik elmesélték, milyen jó dolgokat kaptak az eseményen. Radírt, füzeteket, ceruzát. A tanszerosztás után frissítő üdítővel és szendvicssel kedveskedtek mindenkinek a szervezők.